légy részese a hangulatnak. Sőt, kelts te a legjobb hangulatot buzdításoddal a 27. Spár Budapest maratonon. Kell a hangod, kell a tapsod. Találj ki új szlogent, lebb meg kedvenc futódat, és viszontláthatod a www.szurkoljvelünk.hu honlapon, ahol minden információt megtalálsz a rendezvényről és a szurkolásról. 2012. október 7-e. Spár Budapest maraton. Az igazi kihívás szurkolóknak is. Kedves nézőink! Október 7-én a Városligetből indul a maratonfutás. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban két vendégünket, Szalai Krisztiánt és Nemes Zsuzsát. Krisztián, elnézést, hogy a hölgy, nem a hölgyel kezdjük először, de te vagy Zuglónak többek között a futó nagykövete. Mit jelent ez, pláne így egy maraton előtt? Az egész futó nagyköveti dolog abból indult ki, hogy a Budapesti Sportiroda egy pályázatot írt ki 2011-ben, ami arról szólt, hogy olyan amatőr futókat kerestek, akik felvállalják azt, hogy összegyűjtik a lakhelyük, vagy a kerületük itt jelen esetben Budapesten magányos futóit, és egy csapattá kovácsolják őket, illetve különböző rendezvényeken közösen lépnek fel, versenyeznek, illetve képviselik a futást, mint sportot. Beszéltél arról, hogy csapattá kovácsolják a futókat. Szerintem a legtöbb ember azt gondolja, hogy a futás az egy magányos sport. Ez nem így van akkor ezek szerint? Megoszlik a futók között ez a nézet. Nagyon sokan szeretnek saját maguk futni, tehát egymagukba futni, illetve valószínű, hogy ők még nem próbálták ki a csapatban futás élményét, ami ugye azt jelenti, hogy egy csapattal lehet, hogy sokkal jobb eredményeket egy közös edzésen, sokkal jobban motiválhatóak az egyes futók, jobb teljesítményre képesek, ugye ott van a rivalizálás a csapaton belül, tehát inkább sok előnye van, de ettől függetlenül tiszteletbe tartjuk mindannyian, ha valaki saját maga szeretne egyéniben edzeni, vagy futni, vagy pedig versenyezni. Hogy kezdődött nálad a futás egyáltalán? Miért futsz? Miért jó futni? Ez egy 2004 decemberi ötlet volt, akkor én 115 kiló voltam, és addig életemben nagyobb részét nem sportolással és nem egészséges életmóddal éltem. És akkor úgy döntöttem, hogy én most ezen változtatok, és elkezdtem mozogni. Végül is ugye az első cél az volt, hogy a fogyás. Nagyon sokat segített, kisebb távokkal kezdtem természetesen, és hát fél év alatt 35 kilót ledolgoztam. Természetesen nem csak a mozgás segített, hanem maga az egészséges életmód, illetve az egészséges táplálkozás is. És akkor a sportos barátaim úgy gondolták, hogy ezzel foglalkozzak továbbra is, és hogy mindenképpen fussak tovább, és akkor elindultam kisebb versenyeken, 2-3 kilométer, 5 kilométer, 6 kilométeres távokon, és akkor ebből jött, hogy gyakorlatilag ez megmaradt a mindennapoknak, illetve versenyszerűen már elég sokféle futást kipróbáltam. És akkor most már a maratonnál tartunk. Én már többszörös maratonos is vagyok, igen, tehát nekem nem ez a hétvégi esemény lesz az első, de minden, tehát én azt szoktam mondani a futóimnak is, meg mindenkinek, hogy igazából a gyakorlott futónak is egy 2 kilométeres táv is táv. Tehát arra is fel kell készülni, ott is történhet bármi, tehát nem szabad szabadon és lazán menni, hogy ez csak egy 2 kilométer, ez csak egy 10, ez csak egy fél maraton, mert már futottam 20-at, bármi történhet, tehát mindig felkészültnek kell lenni. Zsuzsa, neked viszont az első maratonod lesz. Igen. Most a október 7-én. Hogyan készülsz te? Hogyan készül az ember az első maratonjára? Elsősorban nagyon sok futással. Ez mit jelent? Tehát, hogy mondjuk egy maratonra, hogy eljusson az ember, az mennyi idő, mennyi edzés? Az edzéstervek szerint általában ilyen 1 évet írnak, persze előtte rendelkezni kell azért némi futómúlttal, nem feltétlen több évvel, de aki már úgy húzamosabb ideje fut, tehát annak javasolt maratonra
jelentkezni, illetve azon elindulni. Ez azt jelenti, mondjuk, hogy aki ilyen 5-10 kilométert már lazán le tud futni, annak körülbelül egy év kell ahhoz, hogy a 42 kilométerrel megbírkózzon. Hát állítólag igen, fel lehet jönni arra a szintre, hogy le tudjon futni egy maratont. Én ebben így nem nagyon tudok nyilatkozni, mert én nem egy éve, illetve hát egy éve terveztem el, hogy lefutom a maratont, illetve megpróbálom lefutni. Hát hajrá! Miből áll akkor tényleg ilyenkor a felkészülés? Ez hány edzést jelent? Milyen távokat? Hogyan készül tényleg az ember egy ilyen maratonra? Hát nekem az idei évem az úgy néz ki, hogy eddig 1300 kilométert futottam, 1298-at pontosan, és ebben voltak főleg az utóbbi időben, de az év elején is hosszabb futások, ami 30 kilométer, illetve 30 kilométer fölötti távot jelent. Félmaratoni távok, tehát azoknak én azt mondom, hogy ha éjszaka felébresztenek, akkor is mennie kell. Ugye? És ez mit jelent olyan szinten, hogy az ember biztos tervezi, hogy körülbelül milyen tempóba fut, mennyi idő alatt teljesíti a maratont? Te hogy készülsz erre? Nekem az elsődleges az, hogy célba érjek. Szeretnék természetesen szintidőn belül célba érni. Egyenletes tempóban tervezem a futást, nem elfutni se az elejét, se a közepét, még akkor sem, ha úgy érzem, hogy van bennem energia, inkább az utolsó 2 kilométeren még hajrázni egyet, ha... Egy ilyen utcai futóversenyen kicsit fura a kérdés, hogy egyedül vagy társasággal együtt futsz, mert hiszen ott rengeteg ember lesz, de ténylegesen egyedül mész ki, vagy egy nagyobb társasággal együtt egy tempóba próbálod teljesíteni a távot? Ezt még nem konkretizáltuk le, vannak még olyanok, akik csoporton belül maratont fognak futni, nem az elsőt, itt az első ugye nekem lesz az első, és szerintem egy ekkora távon már nem nagyon lehet igazodni úgy a másikhoz, hogy vagy ne én fogjam vissza őt, vagy fordítva. Tehát itt ezt szerintem saját tempóba kell. Az elsőnél mindenképpen, én úgy gondolom. Nagy követőröd, hogy kérdezzem, hogy itt Zuglóba hányan futnak körülbelül, lehet ezt így nagyjából tudni, vagy így a nagyköveti munkája terén mennyire sikerült összefogni az itteni futó társadalmat, mondjuk így? Ugye mi nagyon frissek vagyunk itt a területen, tehát az idei év tavaszán kezdődött ez az egész szerveződés. Valójában létező futó csapatok már voltak, ugye a Rákospatak parti futók, illetve a Liget körösök, ugye a Városligetben, mert az is ugye Zuglóhoz tartozó terület. A mi csapatunkban, tehát a Zugflóban 140 tagot számlálunk, ezek közül sok az átfedés ezek között a csapatok között, tehát ugyanúgy a Rákospatakiak, illetve a Ligetkörösök között is. Valójában erre a versenyre, akiről én tudok, vagy információm van, az szerintem olyan 100 ember körül biztosan van. Tehát biztosan lesz 100 ember. Az, hogy mondjuk ez milyen fajta futást fog, tehát nem mindenki lesz maratonos, nem mindenki váltós, tehát ez eltérő. Beszéljünk akkor egy kicsit erről a versenyről is, ami október 7-én lesz, hiszen ottan a maratoni távon kívül vesznek más távok is. Egy teljesen kezdő ember is megtalálhatja, azt hiszem, ezen a versenyen azt a távot, amivel megpróbálkozhat, de mik lesznek akkor ezek, és pontosan mire lehet készülni október 7-ére? A maratonon kívül az egyik legjelentősebb, és szerintem a legnagyobb létszámú futása az a 30 kilométeres futás lesz, ami ugye egy felkészülési program azoknak a számára, akik még nem merik bevállalni a 42 kilométert, de már félmaratonba teljesítettek, tehát van futás teljesítményük félmaratoni távon. Emellett lesz ekidenváltó, 5 fős, tehát ez változó kilométerrel, illetve 3 fő staféta is. A családoknak, illetve a még kezdő futók számára meghirdettek minimaratont és maratonkát is. A minimaraton az 7 kilométeres, a maratonka 3,5. Úgyhogy ezek a távok lesznek. Miért megy el az ember egy ilyen nagy tömegrendezvényre? Mondtad, hogy csapatban érdemes futni, de egy ilyen rendezvényen akár több száz, több ezer ember is ott van. Ez mennyiben másabb egy olyan futástól, ami mondjuk itt lent a Rákospatak partján zajlik?
Hát ugye itt általában az ember saját maga teljesítmény, mert a futókról beszélünk, saját maga teljesítményének a bebizonyításáért megy. Független időmérés van, tehát amit mondjuk a patakparton minden alkalommal mindegyikünk GPS-ekkel, órákkal mér, az most itt egy hivatalos idő lesz. Valójában bekerül egy eredménylistába, bekerül egy nyilvántartásba, hogy ő valamikor ezt a távot ilyen tempóval teljesítette ilyen idő alatt. Nagyon jó a közösségi élmény, tehát más versenyen megfutni ugyanazt a távot, mint amit mondjuk a patakon vagy bárhol fut az ember. Tehát a versenyben ugye az adrenalin szint, a teljesítésnek a vágya, az kivált egy plusz teljesítményfokozást, és ez sok embernél egy lendületet ad magára az egész versenyzésre, tehát aki egyszer elmegy, az már utána megint menni fog. Illetve nagyon, nagyon jó az, amikor az ember látja az ismerőseit, barátait, munkatársait, akár vagy futótársait, akikkel csak mondjuk versenyeken találkozik, hogy szintén ott vannak, kint vannak, szurkolnak, segítenek, átlendítenek, tehát ez is egy plusz élmény. Aki szeretne hozzátok csatlakozni, akár most erre az október 7-i eseményre, akár a későbbiekben egy-egy közös futásra, az hol talál meg benneteket? A mi csapatunk a Facebookon szerveződik, tehát ha rákeres a BSI futó nagykövet Zuglóra a 14. vagy 15. kerületre, akkor megtalál bennünket, vagy a Zugfló néven is. Hölgyem, uram! Nagyon jó futást kívánok október 7-ére. És most nézzünk meg egy pár képet a tavalyi ugyanilyen eseményről kertcsinálónak. Légy részese a hangulatnak. Sőt, kelts te a legjobb hangulatot buzdításoddal a 27. Spár Budapest maratonon. A futóknak el kell a biztatás mind a 42 kilométeren át. A pálya 28 pontján zenészek, a klasszikusoktól a rockig már megadják az alaphangulatot a világ egyik legszebb fekvésű futó fővárosában, de a futóknak minden méteren jól esik a törődés. Egy kis sétával, metrózással az útvonal több pontján is figyelemmel kísérheted a futóáradatot a kedvenceiddel, akik között idén is több híresség, színészek, tévés személyiségek, színházi rendezők, egykori és mostani élsportolók is lefutják a távot. Kell a hangod, kell a tapsod, gyere el te is a 27. Spár maratonra, szurkolni, buzdítani a többieket, hajrá! Kapd el a legjobb pillanataikat, és nyerj a Celebspotting fotópályázaton értékes ajándékcsomagot. A www.szurkoljvelünk.hu honlapon lesznek majd megtekinthetők ezek az emlékezetes pillanatok. Kell a hangod, kell a tapsod, gyertek ti szurkolni a Spár Budapest maratonra október 7-én. Mindenkinek szüksége lesz el, nekem speciál a 33-as kilométerkőnél várlak benneteket, sziasztok! Ha a legjobb szurkoló szeretnél lenni, elég beszerezned, kitöltened és bármelyik kilométer táblánál bedobnod egy szurkolói kupont. Két személyes wellness hétvégét nyerhetsz, és még az általad megjelölt futó is a szerencsések között lehet. Légy te a legjobb szurkoló. Öltözz be, készíts transzparenst, szerezd be szurkolói eszközöket, kerepelj, csattog, sípolj. Tégy hozzá a hangulathoz. Kell a hangod, kell a tapsod. Találj ki új szlogent, lebd meg kedvenc futódat, és viszont láthatod a www.szurkoljvelünk.hu honlapon, ahol minden információt megtalálsz a rendezvényről és a szurkolásról. 2012. október 7-e. Spár Budapest Maraton. Az igazi kihívás szurkolóknak is.